Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az LT piaci körkében, május 27-e hétfő van, elérkeztünk a hónap utolsó hetéhez, ami azt jelenti, hogy a hétvégén érdemes lesz átnézni majd a havi csártokat is. Azt hiszem, hogy az elmúlt két hétre nem lehet panaszunk, igazán jó mozgások voltak a piacokon, viszont ugye nagyon sok devizapár, amiatt, hogy nagy lendülettel elindult, nem voltak még meg a visszatesztek, ezért a múlt héten már ugye nem volt annyi belépési lehetőség, de aki akart, azért így is tudott kereskedni. És hát bízom benne, hogy a hétre kicsit több lehetőségünk lesz majd a kereskedésre, én azért láttam itt a csártokon egy-két szép formációt, úgyhogy ezt fogjuk hamarosan kideríteni, hogy a héten mire számíthatunk, de szokás szerint ugye a Forex Factory oldalán kezdünk, gyorsan átnézzük a híreket, hogy mely párokra lesz érdemes koncentrálni, majd átmegyünk a csártokra, megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, és hol várhatok esetleg jó belépők, így a folytatás következik a Forex Factory oldalán. És már itt is vagyunk a fontosabb hírek oldalán. Ugye általában a hétfőnapon túl sok adattal nem szoktunk találkozni, kiemelt hírre meg még ritkábban. Most itt a hajnali órákban volt japán párokon egy fontosabb beszéd, meglátjuk, hogy ez hozza bármilyen izgalmas mozgást a csártokra. Így már lapozok is tovább a keddi napra. Itt a hajnali órákban narancssárgás híreket találkozhatunk Ausztrál dollár és CHF párokon. Itt lesz több fontosabb beszéd is, és retail sales eladási adatok Ausztrál dollár párokon. És aztán a délutáni órákban USA dollár páron lesz még egy fontosabb kiemelt hírünk. Itt a hét elején nem tűnik annyira izgalmasnak, legalábbis hírek tekintetében, ugye szerdai napon viszont már azért lesznek fontosabb CPI adataink, hajnali órákban Ausztráliában, a délelőtti órákban pedig ugye euró párokon. Ez remélhetőleg hozhat majd egy hevesebb mozgás, mert a CPI adatok általában azért meg szokták mozgatni a piacokat, és ha tovább lapozunk a csütörtöki napra, ott azért elég komoly adatdömpingre számíthatunk, de igazán kiemelt hírrel csak a délutáni órákban találkozhatunk, mégpedig USA dollár párokon munkanélküliség adatok és GDP adatok is lesznek, és aztán lesz még egy fontosabb home sales eladási adatok, úgyhogy a csütörtöki nap tulajdonképpen a dollár párokról fognak szólni. És a pénteki napon sem maradunk kiemelt hírek nélkül, a hajnali órákban Kínában jönnek fontos PMI adatok, és aztán a délutáni órák a dollár és a kanadai dollár párokról fognak szólni. A kanadai dollár páron fontos GDP adat lesz, úgyhogy azért a pénteki nap is hozhat még hevesebb mozgásokat és érdekes hetes gyertyazárásokat is. Tehát a héten is lesz pár fontosabb hírünk, de olyan komoly adatdömpingre nem lehet számítani, mint az elmúlt két hétben volt. Ettől függetlenül az árfolyamok így is úgy is teszik a dolgukat. Nekünk csak az a feladatunk, hogy az adott héten mindig megtaláljuk azt az egy-két olyan lehetőséget, ahol jó elindulások lehetnek. Ezt fogjuk hamarosan kideríteni. Átmegyünk a csártokra, megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, és hol lehetnek esetleg szép belépők. Így a folytatás következik az X-Station felületén. És már itt is vagyunk az USA dollár index hetes csártyán. Ugye múlt héten arról beszéltem, hogy mielőtt esetleg újra beszakadhat az árfolyam, jött egy kis korrekció felfelé, a múlt héten nagyjából ezt csinálta meg. A kérdés csak az, hogy mennyire mély lesz ez a visszahúzódás, esetleg a héten megyünk tovább felfelé, és majd később fordul le az árfolyam, úgyhogy ezt mindenképp meg kell várni az egyértelmű jelzéseket. A héten ugye lesz több fontosabb dollár hírünk is, meglátjuk, hogy ez meg tudja indítani valamilyen irányba az árfolyamokat, de én egyelőre továbbra is lefelé várnám az árfolyamot. Ezt a kis zöld gyertyát egyelőre nem tartom fordulós gyertyának, ez csak egy visszatesztje volt tulajdonképpen a múlt hétnek. Nyilván itt van egy kis belső nyakvonalunk, és amíg tartósan ez szint fölé nem zár az árfolyam, és nem marad a szint felett, addig ugye long irányról nem beszélhetünk, de ettől függetlenül mélyebb visszahúzódások lehetnek, de akkor még mindig csak egy dupla csúcs lesz, és innen még újra lefordulhat az árfolyam. Nyilván ezek csak feltételezések, hogy milyen szenáriók játszódhatnak le, de mindenképp meg kell várni az egyértelmű jelzéseket. Itt egyelőre belépési lehetőségről nem beszéltünk, így ennek fényében szokás szerint végigmegyünk a dollár, japán és CHF párokon, úgyhogy vágjuk is bele. Dollárpárokkal kezdünk, első párunk szokás szerint GBP USD, itt ugye jelenleg is fut a pozícióm, bár felérkeztünk ugye fontos szintre, ugye itt a péntek videóban is két dologról beszéltem, vagy lefordul az árfolyam és visszateszteli esetleg a havi szintünket és megy tovább később felfelé, vagy pedig esetleg át tudja most még vinni az árfolyam ezt a szintet, megcsinálja az idei év legmagasabb pontját, és tulajdonképpen majd csak később jön egy visszatesz, ugye ezt előre nem tudhatjuk, én egyelőre hagytam futni a pozíciómat, és a következő napok gyertyái, napos gyertyái el fogják dönteni, hogy kiszálljak-e, vagy esetleg hagyjon tovább futni a pozíciómat. Az árfolyam jelenleg egy fontos szintnél járt, nincs visszatesés sem, tehát jó belépésről nem beszélhetünk, ugye a jó belépők azok itt voltak a szint környékén az elindulás előtt, ha valaki erről lemarad, akkor bizony most egy darabig ezen a páron várni kell, mire lesz visszatesz, mire kialakul egy új belépési lehetőség, és soha nem futunk a piac után, tehát nem ezeket a párokat kergetjük, amik már elmentek, hanem mindig azt nézzük, hogy hol vannak elindulás előtti állapotok, kitörés előtti állapotok, és csak azokra a párokra koncentráljunk. A heti körképnek is ez a feladata, hogy ezt az egy-két párt megtaláljuk a héten is.
Így mehetünk is tovább a következő párunkra, ami nem más, mint az euró-USA dollár. Itt is ugye nagyon szépen elment az árfolyam az elmúlt időszakban, itt volt a belépő, tehát szépen időben ugye a szinte környékén kell mindig belépni, és utána akkor ilyen nagy menetekben tudunk részt venni. Itt most nagyon szépen áttörte ezt a havi szintünket. A kérdés, hogy tartósan a szint felett tud-e maradni. Ugye a folytatásban akkor lenne érdekes a dolog, hogyha itt lenne egy szép zöld fordulós lezárt hetes gyertyánk, de nyilván a híreknek köszönhetően akár a héten jöhet további emelkedés is. Itt ugye az idei év legmagasabb pontja lett a következő rövid távú célláru, azt lehet, hogy első körben megcsinálja, és majd csak utána később lesz egy nagyobb, mélyebb visszateszt, ugye akár visszatesztelve a havi szintünket, és utána abból való elindulás lehet a következő nagyobb menet, úgyhogy ebben még esetleg lehet egy rövid távú kereskedés, de nyilván a kisebb idősíkon mindenképp kellene egy szép zöld fordulós gyertya, egyértelmű jelzés, hogy a szint felett maradunk, és utána esetleg egy szűk stoppal rövid távon meg lehet próbálni a felfelé menetet. Viszont én az ilyen típusú kereskedéseket már nem nagyon erőltetem, én mindig az elindulásokat szeretem elkapni. Itt jöhet akár megpihenés, csapkodás is, mielőtt esetleg újra elindul az árfolyam, és ilyenkor már sokkal nehezebb lesz belépőt találni. Így már lapozok is tovább, következő párunk NZD USD. Itt is ugye az elmúlt heteknek köszönhetően elég komoly emelkedésen van túl az árfolyam. Belépőt már itt sem nagyon keresnék, ugye a belépés az itt volt a trendvonal zónájában, a szintek környékén. Most már megvárnám, hogy felérkezzen az árfolyam egy fontos szintre, onnan várnék egy mélyebb korrekciót, és a második menetbe esetleg még be lehet majd szállni. Tehát úgy tűnik ugye, hogy a dollárpárok rendesen elmentek, és még nem fejezték be ezt az emelkedést, és addig nem lesz korrekció sem. Így itt sem beszéltünk jó belépési lehetőségről, és akkor utolsó dollárpárként ausztrál dollár, USA dollár. Itt is ugye elindultak a folyamataink, viszont a múlt hét egy piros gyertyában végződött, miben felékeztünk egy előző csúcsra, és itt egyelőre úgy tűnik, hogy megpihent az árfolyam. Egy inside baron belül vagyunk, az utolsó legmagasabb gyertya ennek az emelkedésnek, ez a zöld gyertya, és jelenleg ebből a sávból nem tudott kitörni az árfolyam. Itt még akár további korrekció is jöhet, csapkodás, úgyhogy ezen a páron egyelőre nem erőltetném a kereskedést. Tehát a dollárpárok egyelőre felejtősek, így megyünk is tovább a japán párokra, USA dollár japán jennel kezdünk. Itt ugye múlt héten a Discord csoportban beszéltük is, hogy nagyon szépen megcsinálta a kis formációnkat, az alakzatunkat a napos csárton, és ha lassan is, de azért szépen arra szolgatva elindult az árfolyam, hogy amikor inside baron belül vagyunk, első körben csak a tetejéig várjuk az árfolyamot, meglátjuk, hogy a héten kívül híreknek köszönhetően esetleg eljutunk ide a szint környékére. Ugye mindig arról beszélek, hogy amikor nem domináns párról beszélünk, tehát nem domináns az adott pár, akkor ilyen szépen arra szolgatva nagyon lassan fog elindulni, viszont ettől függetlenül, mivel le volt maradva a többi japán párhoz képest, én bízom benne, hogy így is teszi majd a dolgát. Ez egy jó példa lesz arra, hogy arra szolgatva is, de mindig megcsinálja a szinteket. Viszont ezért nagyon fontos, hogy mindig első körben azokat a párokat keresünk, ahol a dominancia van, mert ott lesznek a nagyobb elmozdulások, itt sokkal tovább kell ülni majd a pozícióban, mire megcsinálja a célárunkat, úgyhogy ezért érdemes jól szűrni, és csak a domináns párokra koncentrálni. Jó, következő párunk GBP japánja. Itt viszont a múlt heti gyertyának köszönhetően fel is érkezett az árfolyam erre a szintre, amit várunk majd ugye az USA dollár japánnál is, hogy felérkezzen az inside bar legmagasabb pontjára. Tehát itt már biztos, hogy nem keresnék belépőt, itt ugye mindig a szintek környékén a fordulásokban keresjük a belépéseket, és amikor nagyon gyorsan jön lefelé az árfolyam, akkor nagyon gyorsan megy is felfelé, és nem lesz második láb. Ezt tudni kell a piac ismerethez, hogy ilyenkor erre lehet számítani, és itt a szintek környékén egy kis kockázattal meg lehet próbálni a napos gyertyába belépni. Tehát itt már belépőt nem kell keresnünk, így megyünk tovább, Európa-japán a következő, szintén zenész, itt is ugye hamarosan felérkezhetünk az inside bar legmagasabb pontjára, tehát itt már belépéseket nem keresnénk, ugye egyrészt egy inside baron belül vagyunk, tehát egy oldalazó szakaszban vagyunk, és amíg ez a szint szignifikánsan nem sérül és nem lesz visszatesz, addig tulajdonképpen jöhet egy csapkodás, egy oldalazás, de meg kell várnunk az egyértelmű jelzéseket, tehát úgy tűnik, hogy a japán párok is lassan megcsinálják ezeket a szinteket, így már ezeken nem nagyon kell kereskedni. Azért gyorsan még ránézünk a többi japán párra, és NZD japán a következő. Itt ugye már el is hagyta az inside barunkat a múlt heti gyertyában, sőt már a két héttel ezelőtti gyertyában is. Van egy utolsó legmagasabb szintünk, és nagy valószínűséggel a héten sérülhet ez a szintünk is, ami azt jelenti, hogy amikor újabb legmagasabb pontra megy az adott héten az árfolyam, akkor már nyilván azon a páron nem kereskedünk. Itt is ugye meg kell várnunk, hogy meddig megy el az árfolyam, hol lesz majd egy visszateszt, és az abból való elindulás lehet majd később kereskedni. Utolsó japán párként ausztrál dollár japán. Itt sem sok hiányzik már, hogy felszúrjon az árfolyam és megcsinálja az inside bar legmagasabb pontját, akár a héten kívül híreknek köszönhetően ez meg is történhet, tehát itt sem keresnénk már belépést, meg kell várni, hogy itt a szintek környékén mi történik, lesz-e visszatesz, vagy pedig egy szignifikáns törés után folytatja tovább az útját felfelé, úgyhogy a japán párokat sem kell egyelőre úgy tűnik bántani, az USA dollár japán pedig hagyni kell futni, mert ott még azért nagyobb távolság van a szintünkig.
Ugye hasonló a helyzet a múlt héthez képest, mivel az árfolyamok egyelőre menetelnek továbbra is felfelé, nincsenek visszatesztek, ezért jóval kevesebb most a belépési lehetőség. Ezért nagyon fontos, hogy amikor ilyen kitörés előtti állapotba kerülnek az árfolyamok, akkor időben be kell lépni, mert utána sokkal nehezebb lesz új belépőket találni. Na de haladjunk tovább és keresünk a jó belépési lehetőségeket, CHF párokkal folytatjuk, USA dollár, CHF a következő. Itt viszont ugye múlt héten, ahogy említettem is, nagyon szépen elindult a folyamatunk. Amikor megvannak ezek a gyönyörű jelzések itt a hetes csárton, utána lesznek a jó kereskedések. Ugye ki is lőtt szépen az árfolyam, nyilván még azért nem akkora a lendület, mivel ugye a dollár az nem dominált az elmúlt időszakban, viszont ettől függetlenül szépen teszi a dolgát, és itt is ugye első körben idáig várom fel, ahonnan lejött az árfolyam, és itt van egy korábbi csúcsunk is, de az is benne van a pakliban, hogy később esetleg tovább megy, és akkor ugye ez a havi szint lesz a következő nagyobb célárunk. Én ezeket a lehetőséget keresem a csártokon, amikor szép, tiszta, egyértelmű hetes gyertya jelzéseink vannak szintek környékén. Itt ilyenkor nincs hezitálás, be kell lépni, mert látjuk, hogy mi a szándék, és utána szépen el is indul az árfolyam, csak ki kell ülni, hogy elinduljon. Tehát ennyi a lényege a kereskedésnek, hogy mindig az adott héten ezeket a tiszta lehetőséget keresünk, és ne ott kereskedjünk, és ne ott erőltessük a kereskedést, ahol nincs dominancia, és nincs szép jelzés sem. Ugye a múlt héten is pár lehetőséget tudtam csak megjelölni az USA dollár japánnél, itt a CHF-nél, és a vegyes csártokon is volt egy-két lehetőség, és ezek a párok szépen el is indultak, ezért nagyon fontos, hogyha jól szűrünk, akkor tudjuk, hogy mely párokra koncentráljunk, és akkor minden héten lesz egy-két belépünk. Na de megyünk tovább, GBP-CHF a következő. Itt azért már ugye elég rendesen el is ment a zárfolyam, itt felérkeztünk egy fontos FIBO szintre is, meglátjuk, hogy a szint fölött tud-e maradni. Itt azért ekkora emelkedés után azért várni majd valahol egy korrekciót, de nyilván ez még időbe fog telni, tehát itt van, amikor ennyire elment a zárfolyam, nincs diszkontárunk, így nincs miről beszélni. Előbb-utóbb lesz egy olyan szint, ahol elakad a zárfolyam és elindul majd a korrekció, ennek meg lesznek majd a jelei a kisebb idősíkon is, de amíg nincsenek ilyen jelzések, addig ezeken a párokon már nem kell kereskednünk. Így megyünk tovább, Euro CHF a következő. Itt is ugye szépen felérkeztünk egy korábbi FIBO szintre, amit én megjelöltem, és tulajdonképpen itt is akár meddig mehet még az árfolyam, itt vannak korábbi csúcsok is. Ugye a pénteki videóban arról beszéltem, hogy a tavalyi év legmagasabb pontjára várom föl első körben, de nyilván itt is ugye a nagy emelkedés után valahol el fog akadni az árfolyam, lesz majd egy korrekció vagy egy inside baron belüli mozgás, és az abból való elindulás lehet majd még esetleg kereskedni, de én mindig az ilyen mélyebb visszateszteket keresem, vagy pedig az elindulás előtti állapotokat a szintek környékén, és amíg ezek nincsenek meg, ott nem szabad kereskedni. Így a jó belépésre itt is várni kell, még NZD-CHF a következő párunk. Itt is ugye felérkeztünk egy fontos 50-es FIBO szintre, itt azért jöhet itt is megpihenést, megtorpanás, lehet, hogy még egy kicsit felszúrunk ide egy korábbi csúcsra, és aztán itt meg is áll majd az árfolyam, és amíg nem lesz egy mélyebb visszatesz, addig itt sem nagyon keresnék már belépési lehetőséget, és ugye pénteki videóban ott is említettem, hogy fontos nyakvonal sérült, és a nyakvonaltól a nyakvonalig, tehát hogy egy kicsit összép húzom a chartot, akkor láthatjuk, hogy hol van az a bizonyos nyakvonal, ahol esetleg felvárhatjuk az árfolyamot, ami nagyjából egybeesésig egy fontos FIBO szinttel is, úgyhogy mindenképp lesznek még itt szép menetek, mert elindultak a folyamataink, viszont a nagy emelkedések után kellenek a diszkontárak, és csak utána lehet jó belépőket találni majd. És akkor utolsó CHF párként Ausztrál dollár CHF. Itt is ugye felérkeztünk egy fontos 7-es szintre, a következő célár pedig ez a kis csúcsunk lesz, tehát hogyha héten esetleg a szint fölött tudna zárni a 7-es gyertya, akkor itt is egy rövid távú kereskedésre még jó lehet, de meg kell várni mindenképp az egyértelmű jelzéseket, tehát meg kell várnunk, hogy lezárjon ez a gyertya, mert itt még bármi történt, csapkodás, oldalazás, lefordulás, úgyhogy türelmesen megvárjuk, és csak utána keresjük a belépőket. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy kimaxoltuk a lehetőségeket a múlt héten az USA dollár CHF és az USA dollár japán párokkal, tehát aki azokat még bekötötte, azt tulajdonképpen kihozta a legtöbbet, amit lehetett itt a főbb devizapárokban. Így átmegyünk a vegyes csártokra, megnézzük, hogy ott milyen változások történtek a múlt héten, így a folytatás következik a vegyes csártokon. És már itt is vagyunk az arany 7-es csártyán. Ugye itt az elmúlt időszakban volt egy nagyon szép kis kötés, amit a szint környékén nagyon kis kockázattal be tudtam lépni. Gyönyörűen megcsinálta a céláramat a múlt héten, ugye, és aztán el is tettem a profitomat. Ha nem tettem volna el, nézzük meg, már vissza is jött az árfolyam nagy lendülete, és ugyanoda visszajött, ahol beléptem volna. Tehát ezért nagyon fontos, hogy szintől szintig kereskedjünk, a szinteknél rakjuk el a profitot, mert amíg nem lesz szignifikáns törés, addig nem lesz folytatás sem, és a legtöbb esetben ez fog történni, visszajön az árfolyam, és egy inside baron belül oldalazom most már több mint 6 hete, úgyhogy ezért nagyon fontos,
hogy mindig tegyük el a profitot, használjunk take profitot, és inkább tegye el a profitot a rendszer, és így nem kell nekünk ezen gondolkozni. Itt ebben az oldalazásban egyelőre már nem bántanám a kereskedést, nyilván itt is kellene egy szép zöld fordulós gyertya ahhoz, hogy esetleg újra elinduljon felfelé az árfolyam, amíg ez nem zár le, addig itt már biztos, hogy nem kereskednék. Így már mehetünk is tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk. Itt is ugye felérkezett az előző időszak az idei év legmagasabb pontjára az árfolyam, és nézzük meg, már meg is pihent, tehát egyelőre ezen a páron nem kell kereskednünk, itt jöhet akár további oldalazás, jöhet korrekció, lehet, hogy visszatesztelik korábbi kis belső nyakvonalat, és aztán folytatja tovább az útját felfelé, vagy pedig egész visszajön a szinte környékére, akár a havi szintre is, úgyhogy meg kell várnunk, hogy itt mi történik, addig ezen már nem kell kereskednünk. Jó, nézzük, mi a helyzet a NASDAQ-nál. Itt még továbbra is fut a pozíció, egyelőre úgy tűnik, hogy újabb legmagasabb pontra ment az árfolyam a múlt heti gyertyában. Itt volt egy kis belépő, és egyelőre nincs okom kiszállni. Amíg ezek a hetes szintek nem sérülnek, vagy nem jön egy piros fordulós gyertya, addig tulajdonképpen mehetünk felfelé. Itt is, hogyha erre szakaszra ráhozunk egy Fibonacci, akkor lehet, hogy esetleg megcsinálja még a 127-et, és majd csak később jön visszatesz. Amint meg lesznek a jelzések, akkor kiszállok, de egyelőre nincs okom. És az S&P 500-on is hasonló lett a technikai kép, itt is ugye felérkeztünk az előző csúcsra, és itt is úgy tűnik, hogy megpihenni látszik, mint a DAX-nál, úgyhogy egyelőre ezeken az indexeken nem nagyon kell most kereskedni még. Ugye itt jön be az, hogy hiába akar valaki napon belül kereskedni, és mondjuk csak az indexekre koncentrál, mert ugye ezeken vannak a legnagyobb elmozdulások, amikor megy az árfolyam, viszont amikor megérkezik egy ilyen megpihenős időszakba, akkor tulajdonképpen napokig vagy akár hetekig nem fog történni semmi, tehát nem fog tudni kereskedni, aki csak ezekre a párokra koncentrál, és ugye, hogyha nem látja ezeket a nagyobb idősíkon való, fontosabb szintre való felérkezéseket, akkor itt erőlteti esetleg a kereskedés, és tulajdonképpen így lehet a legtöbb pénzt elveszíteni. Tehát hiába akar valaki napon belül kereskedni nagy mozgású instrumentumokon, hogyha felérkeznek egy szintre, akkor itt is ugyanúgy jönnek megpihenős időszakok, és nem lesznek jó belépők a kisebb idősíkon sem. Ennyit az indexekről, megyünk tovább a GBP-ut, GBP-NZD, Euro-ut, Euro-NZD párokra. Itt azért voltak érdekes mozgások az elmúlt időszakban, úgyhogy vágjunk is bele. Jó, GBP-uddal kezdünk. Itt ugye nagyon szépen megugrott az árfolyam felfelé, és ugye erről beszéltem a múlt héten is, hogy ez a két kis gyertya az elbizonytalanodás jelenti, hogy esetleg véget érhet ez a kis visszatesz, és esetleg nagy lendülettel visszazárhatunk a havi szint fölé. Itt ugye már az hétfői napon tulajdonképpen a nap végén már a napos szint fölé tudott zárni az árfolyam. Ugye arról beszéltem a napos csárton, hogy itt volt egy utolsó legmélyebb kis napos gyertya, annak a szintjét behúztuk, és egy szép momentum gyertyában már az első nap tulajdonképpen a szint fölé zárt az árfolyam. Itt be lehetett lépni, a következő havi szint lesz a célár, nyilván itt a trendvonalig feljött az árfolyam, tehát ennek a lejövetelnek is meg lesz az első lába, ebből várni majd valamilyen visszatesztet, és itt az oldalazásból, ha esetleg tovább tud menni az árfolyam, akkor jöhet egy nagyobb menet, és ez lesz majd a nagyobb menet felfelé, ezek mindig csak rövid távú kereskedések, és a második menet az a nagyobb lesz, akár a tavalyi év legmagasabb pontja lett a következő célár. Tehát most itt is türelmesen meg kell várni, hogy lesz-e visszateszt, vagy esetleg első körben megcsinálja ezeket a szinteket, és majd csak később jön egy mélyebb visszateszt. Ha csak egy pici visszateszt lesz, akkor az azt jelenti, hogy még nem fejeződött be ez a folyamat, és akkor rövid távon csak esetleg a szintekig kereskedni, és onnan akár jöhet egy mélyebb korrekció is. Ugye a mélyebb korrekció azt jelenti, hogy akkor jön majd a második menet, ami csak kis visszatesztek lesznek, az azt jelenti, hogy az emelkedés nem fejeződött be, és kell még egy fontos szint, amit megcsinál előtte, és majd csak utána fordul le az árfolyam. Tehát ezeket a folyamatokat érdemes türelmesen megvárni, itt mindenképp csak rövid távon kereskedünk, és amikor meg lesz a nagyobb visszatesz, utána jönnek majd a nagyobb menetek. Tehát ez a nagy hetes gyertya mindenképp jelzésértékű, viszont amikor ekkora gyertyát gyárt az árfolyam, akkor nagy valószínűséggel jöhet egy kis megpihenés visszateszt előtte, miért esetleg újra el tud indulni. Így megyünk is tovább a GBP-NZD-re. Itt is ugye nagyon szépen megcsinálta a visszatesztünket, a havi szintet, és nézzük meg, itt csinálta meg a fordulós alakzatunkat. Ez viszont önmagában még ugye nem lesz elég majd a belépéshez, ez csak azt jelenti, hogy újra irányba állhatunk, de még az elinduláshoz kellenek majd a jelzése, ezt viszont megjelöljük, mert ebből lehet egy szép kis belépő, és a kisebb idősíkon megnézzük, hogy hogy áll a technikai kép. Itt is ugye, amit első körben várnék rövid távon, van egy lejövetelünk, tehát van egy visszatesztünk, van egy diszkontárunk, itt is ugye kell egy első láb, egy második, és az abból való elindulás, úgyhogy erre majd érdemes figyelni, ide majd meg kell nézni, hogy hova tudunk majd behúzni. Ugye egy trendvonalat, kell egy első csúcs, ahol elakad az árfolyam, kell egy kis korrekció, és az abból való elindulás lehet majd később kereskedni. Itt is ugye akár ezt a nagyobb trendvonalat is be lehet ide húzni, tehát mindenképp csak rövid távon, ugye ennek a szakasznak a 61-76-os fibójáig kereskedni, és utána megvárni egy kis korrekciót.
Úgyhogy mindenképp itt is a folyamatok kellenek, de ez már mindenképp egy jelzés érték, hogy újra irányba állhatunk, és mehetünk tovább esetleg felfelé. Lassan végigérünk az összes páron, és ez volt az első olyan jelzés, hetes gyertyajelzés, amire esetleg érdemes figyelni, és még ez sem biztos, hogy a héten lesz ebből jó belépési lehetőség, de minden esetre érdemes figyelemmel kísérni ezt a párt majd. Az ilyen gyertyaformációknál elő szokott fordulni, hogy a hét elején jön egy kis korrekció, csinál egy kis kanócos gyertyát, és utána szépen a hét második felében elindul az árfolyam, és lesz belőle egy szép zöld gyertya. Tehát ha kisebb idősíkon esetleg egy kis korrekció után lesz egy szép zöld fordulós gyertya, akkor arra majd érdemes lesz figyelni, de majd úgyis a kisebb idősíkon át fogjuk nézni, hogy jelenleg hogy áll a technikai kép. Jó, és akkor nézzük, mi a helyzet az eurpárok esetében. Euraúddal kezdünk. Itt is ugye szépen próbálkozott az árfolyam a szint fölé zárni, a havi szintünk fölé, viszont itt nem tudott akkora elmozdulást csinálni, mint a GBP párokon, mégpedig azért, mert az euró és a GBP között az elmúlt időszakban a GBP dominált. Egyértelműen lehetett látni a dominancia különbséget a két pár között, és majd az eur-GBP csártyán ez jól látszik majd. Ugye én még a múlt héten arról beszéltem, hogy várnám az árfolyamot, hogy ide leszúrjon, csinálj ide egy kanocos gyertyát, utána rántsák vissza, és abból legyen egy szép elindulás. Egyelőre ez nem történt meg, meg kell várnunk itt is, hogy esetleg vissza tudunk-e tartósan zárni a havi szint fölé, és ebből a hold zónába való kitörés után esetleg lehet egy újabb menet felfelé, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy itt sokkal több időre lesz szükség ahhoz, hogy ebből esetleg egy jó kereskedés legyen. Ha esetleg a következő napokban itt a napos csárton kialakulna egy szép kis momentumgyertya, akkor lehet, hogy rövid távon egy-két napig lehetne kereskedni a trendvonali, de egyelőre ebben nem látom most még a lehetőséget. Így mehetünk is tovább az euró NZD-re. Itt is hasonló a technikai kép, mint a GBP NZD-nél, megvoltak a visszatesztek, gyönyörűen visszajött az árfolyam. A haviszint környékére csinált egy szép kis kanoncos fordulós gyertyát, itt viszont mindenképp kellene még egy hetes megerősítő gyertya, hogy esetleg újra a zölden tud zárni, és akkor elindultunk felfelé. Itt is van egy kis belső nyakvonalunk, tehát rövid távon itt is ugye rövid távon kereskedni, kellene az a bizonyos második láb, be tudja húzni egy trendvonalat, és az abból való kitörés lehet majd egy nagyobb menet, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg ha olyan hírek jönnének a héten, akkor rövid távon esetleg egy párnapos kereskedésben itt a nyakvonalig fel lehetne jönni. Azért ezt a párt is megjelöljük, mert azért a formáció itt is szép, és azért jelzés értékű, hogy merre várhatjuk tovább az árfolyamot a következő időszakban, úgyhogy majd a kisebb idősíkon ezt is megvizsgáljuk. Hát eddig összesen ezt a két párt tudtam megjelölni, és ezeknek a jelzései még nem annyira biztosak és egyértelműek, mint ugye a múlt héten az USA dollár CHF-ot, ahol nagyon szépen be lehetett lépni időben, de reménykedjünk, hogy esetleg a következő napokban a híreknek köszönhetően akár egy két napos kereskedésre jók lehetünk. Jó, megyünk tovább, nézzük, mi a helyzet az AUD-NZD párharcában. Itt ugye elég mélyen visszajött az árfolyam, felérkeztünk egy előző csúcsra, tehát itt volt a belépőm, egyelőre tartom a belépőmet, és hogyha a szint alá nem jövünk, tehát a havi szint alá nem jön az árfolyam, akkor előbb-utóbb itt is ugye megjelenik majd egy szép kis fordulós gyertya, és mehetünk a BCD alakzatba, ugye tovább felfelé, első körben a havi szintig várnám fel az árfolyamot. Viszont ez még időbe fog telni, mire kialakul itt a jó belépési lehetőség, itt várnék még egy heves mozgást, egy kis leszúrás, ugye megvárjuk az utolsó legmélyebb hetes gyertyát, utána az abból való elindulás, kellenek az alakzatok, utána be tudunk húzni trendvonalat, és az abból való kitörés lehet majd csak a következő lépés, tehát itt még azért időbe fog telni, mire ebből jó belépő lesz, tehát ezt a párt sem kell egyelőre még bántani. Így már csak a kotpárok maradtak hátra, USA dollár, kanadai dollárral kezdünk. Itt ugye múlt héten arról beszéltem, hogy két dolgot várok el, vagy szint fölé zárás, vagy egy fordulós gyertya, vagy pedig esetleg egy mélyebb korrekció. Itt most kialakult egy kis fordulós alakzatunk, ugye testtel nem tudta átvinni a szintünket, hiába járta a szint felett a hét közben, de ettől függetlenül ez mindenképp egy irányba állást jelenthet, tehát akár elindultunk újra felfelé, tehát ebből még akár lehet egy jó belépés is a héten, hogyha esetleg olyan hírek jönnek, úgyhogy ezt a párt mindenképp megjelöljük, mert ebből még akár a héten lehet egy jó kis belépő, de ettől függetlenül ugye túl sok lehetőségről eddig nem tudtunk beszélni, de ezek azok a jelzések, amiket én keresek, fordulásokat, elindulás előtti állapotokat keresünk, és lehet, hogy a héten nem lesz túl sok belőle, de mindig abból kell főznünk, amit a piac felajánl. És mivel a héten a dollárhírekből lesz a legtöbb, és lesz egy fontos kanadai dollárhírünk is, egy GDP adat, tehát akár ezek a hírek be is lendíthetik az árfolyamot, úgyhogy erre a pár is érdemes lesz majd figyelni. Jó, mehetünk tovább, következő párunk a GBP-kat. Ugye a múlt hét nagy emelkedését a GBP párok produkálták, nézzük meg, áttörte a két évvel ezelőtti legmagasabb pontunkat is. Itt volt ugye a belépőm szépen a trendvonal zónájába, a hetes szint környékén, mindig itt keresünk a belépőket. Ha lemaradtunk, akkor meg kell várnunk a következő visszatesztet, ha nem lesz visszateszt, akkor pedig el
kell engedni az adott párt. Itt most már egyelőre nem keresnék belépőt, megvárnám, hogy meddig megy el az árfolyam. Szint fölött tud-e maradni és folytatja az útját felfelé, vagy pedig esetleg jön egy kisebb korrekció, mivel azért előző év szintje sérült, tehát előbb-utóbb az árfolyam vissza fog jönni és vissza fogja tesztelni ezeket az áttört csúcsokat. Amíg viszont ez nem történik meg, addig itt már nem nagyon kell kereskedni, így megyünk tovább, eurókad a következő. Itt is ugye jelenleg fut még a pozícióm, itt is nagyon szépen megcsinálta az elsőleges céláramat. Egyelőre még ugye az utolsó legmagasabb gyertya mélypontja nem sérült, tehát most még várnék egy felszúrást mindenki, és ha tartósan nem tudna esetleg a hetes szint fölé zárni, akkor pedig kiszállok, de benne van a pakliban, hogy a híreknek köszönhetően esetleg tovább mehetünk, és amíg a hetes gyertyám zölden mutatkozik, addig tulajdonképpen nincs okom kiszállni. És ugye a következő hosszú távú célára, az pedig a tavalyi év legmagasabb pontja lesz majd. Tehát a belépésre egyelőre itt is várni kell, megyünk tovább, NZD-kad a következő. Itt ugye viszont nagyon szépen elindult az árfolyamunk, szépen meglendült, és felérkeztünk az idei év legmagasabb pontjára, és megcsinálhatja ezt a csúcsot is. Itt azért várni kell egy kis felszúrást, egy kis megtorpanás majd, és lehet, hogy itt jön egy kis megpihenős időszak, mivel azért fontos csúcsra érkezett az árfolyam, és általában itt azért meg szokott pihenni. Ettől függetlenül farsan kitörhet még itt egy kicsit, de utána várnék egy hevesebb mozgást, és visszavárnám ide a szinte környékére első körben, és amíg ez nem történik meg, addig itt már tulajdonképpen nem lesz értelme belépni. És akkor utolsókat párként jön az ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye felérkeztünk korábbi csúcsokra, ebbe a zónába jött fel az árfolyam, itt kicsit meg is torpant, várnék még egy felszúrást ide a trendvonal környékére, meglátjuk, hogy meddig tud elmenni az árfolyam, és mikor lesz visszatesz. Ha esetleg át tudja törni ezt a szinte szignifikánsan, akkor az abból való visszatesz után jöhet még egy újabb menet felfelé, és itt is ugye a hetes szinttől kereskedünk a hetes szintig, tehát ebben még van egy nagyobb menet, viszont itt is kellene még egy jó kis visszatesz ahhoz, hogy ebből jó belépő legyen. És akkor utolsó párként jön az EUR-GBP. Itt ugye az elmúlt időszakban újra beszakadt az árfolyam, nem tudott tartósan a hetes szint fölött maradni, itt vagyunk egy trendvonal zónájában is, és innen már többször lefordult az árfolyam, és visszajöttünk egy korábbi mélypontra, hogy itt vagyunk a tavalyi évnek a sávjánál, a mélypontjánál, itt most még várnék egy nagy leszúrást, hogyha esetleg ezt megcsinálja, és innen visszarántják, akkor elindulhat újra felfelé, vagy akár további lejtmenet is jöhet, attól függően, hogy mi fog történni itt a szintek környékén. Ezt a párt egyelőre nem bántanám, nagyon csúnya a csártya, nagyon sokat oldalazik, mivel ugye az euró és a GBP hasonló gazdasággal rendelkezik, tehát itt ilyenkor nagyon ritkán vannak hosszú távú trendirányok, ez a pár alapvetően is oldalazós típus. Ezzel a vegyes csártokkal is megvagyunk, sajnos itt sem tudtam túl sok lehetőségről beszámolni, hogy amit megjelöltem, az a GBP NZD és az euró NZD, de azért érdemes lesz figyelni majd a GBP AUD-ra és az euró AUD-ra is, hogyha meglesznek ott is a feltételek, ott is jöhetnek még ugye nagyobb menetek, viszont az előbb megnéztem a főbb devizapárokon egy-két dollárpárt is, úgyhogy érdemes lesz oda is átmenni, mert a kisebb idősíkon azért látok lehetőséget, főleg az EUR USD-re és az AUD USD-re fogunk átmenni, úgyhogy folytatás következik a főbb devizapárokon. És már itt is vagyunk az euró-USA dollárnak a napos gyártya. Azért gondoltam ránézni, mert azért alakul egy szép kis folyamat. Igazából ugye visszazártunk a havi szint fölé, és erről beszéltem az előbb a hetes csárton is, hogy bár hetes gyártya zárásunk nincsen, ettől függetlenül ugye, amikor ilyen kis visszatesztek vannak, akkor az általában azt jelenti, hogy nem lesz nagyon második láb, és szépen elindulhat felfelé az árfolyam. Viszont arra is figyelnünk kell, hogy itt van egy előző hónap legmagasabb pontja, és ugye ide jött fel az árfolyam, innen tesztelt vissza, viszont hogyha ezt át tudja vinni, akkor további emelkedés jöhet, és akkor következő célára a két hónappal ezelőtti legmagasabb pont lehet. Itt ilyenkor meg lehet kockáztatni azt, hogy esetleg a nap végi gyertyában itt már be kéne lépni, betenni ide a stoppot, és egyszerűen hagyni futni a pozíciót, és meglátjuk, hogy megcsinálja ezt a két hónappal ezelőtti szintünket. Ezek azok a bizonyos kivételes helyzetek, amikor nem feltétlen kell megvárjuk, hogy legyen esetleg zöld fordulós gyertya itt a szint felett, mert hogyha esetleg olyan hírek jönnek, akkor lehet, hogy ez egy nagy gyertyában fog végződni, és akkor itt már megint lemaradtunk. Ugye mindig azt kell néznünk, hogy van egy folyamatunk, van egy visszatesztünk, fontos szintek környékén járunk, és ha a technikai kép adja magát, akkor be kell lépni, és nem kell foglalkozni azzal, hogy hány nap vagy hány hét alatt fog ide felérkezni, előbb-utóbb úgyis meg fogja csinálni ezeket a szinteket, ha csak valami extrém dolog nem történik és nem szúr le újra az árfolyam, de akkor meg tudjuk azt, hogy ekkora kockázatot vállaltunk, tehát olyan nagy veszteség nem fog érni minket. A másik ilyen dollárpárunk pedig nem más, mint az ausztrál dollár, USA dollár. Itt még ugye azt láthatjuk, hogy már itt sérült az előző hónapnak a szintje, és újra elindulhat felfelé az árfolyam. Itt is egy kisebb visszatesztről beszélünk, ebbe sincs ABCD alakzat, tehát nagy valószínűséggel itt is ugye
ugye elmehet akár egyben is az árfolyam. Nem tudom, hogy így lesz-e, tehát mindenki csak saját felelősségére kockáztasson, de itt akár ezekben a gyertyákban, a napvégi gyertyákban meg lehet próbálni belépni, és remélhetőleg szépen működik majd a történet. Itt is ugye van még bőven hely a következő szintig, tehát itt is ugye 7-es szinttől kereskedünk 7-es szintig, úgyhogy mindenképp érdemes erre a két párra, a dollár párok közül figyelni. Amire még esetleg érdemes ránézni, az az ausztrál dollár CF, ott is hasonló technikai kép alakult ki. Itt is ugye egy nagyon pici kis visszateszről beszélünk, és elég gyorsan visszazártunk ugye a 7-es szint fölé, és ez a szint tulajdonképpen ennek a 7-es gyertyának a legmagasabb pontja lesz, tehát itt is tulajdonképpen van még hely felfelé. Itt is ugye nagyon pici kockázattal meg lehet próbálni akár a napvégi gyertyába belépni, nyilván itt még jöhet leszúrás, visszateszt esetleg, és utána megy tovább felfelé az árfolyam, de itt is aránylag egy szűk stoppal, itt egy kicsit szellősebbre raknám a stoppot, és megkockáztatnám esetleg a napvégén itt is beszállni. Ezeket a rövid visszateszteket lehet esetleg kereskedni, mivel azt jelenti, hogy nagy a tempó, nincs mély visszateszt, és még ugye azt is jelenti, hogy a folyamat még nem fejeződött be, tehát ugye kellenek a szintek, ahova esetleg felérkezik az árfolyam, ahhoz, hogy utána jöjjön majd egy nagyobb korrekció. Ezt a három párt átnézve itt a napos csárton, mindjárt több lett a kereskedési lehetőségük is. Nyilván ezek mindig kicsit kockázatosabb kereskedések azért, mint itt a szintek környékén jól belépni, de ettől függetlenül ezek is működhetnek, tehát ezért érdemes átnézni a nap végén a napos csártokat is, mert soha nem lehet tudni, hogy ezek közül a párok közül melyik fog előbb meglendülni, melyik lesz a héten az aktuális domináns deviza, úgyhogy mindenképp érdemes átszkennelni az összes csártot a nap végén. Ezzel itt a földdevizapárokkal meg is vagyunk, most visszamegyünk a vegyes csártokra, és ott is megnézzük még a megjelölt párokat, így a folytatás következik a vegyes csártokon. És már itt is vagyunk a GBP-NZD-nek a napos gyertyán. Ugye hiába volt itt egy nagyon szép kis zöld fordulós 7-es gyertyánk, nézzük meg, az alakzatú még nem egyértelmű, tehát még meg kell várnunk itt a folyamatokat, itt a hold zónán belül, hogyha ez a mélypontunk szignifikánsan már nem sérül, akkor előbb-utóbb itt a szintek környékén meg kellene majd jelennie, úgymond egy szép kis momentum gyertyának, hogy újra irányba álljon, és aztán vissza kéne kerülnünk ugye az előző hónapnak a sávjába is, tehát szinttörés, abból való visszatesz, és utána mehetünk újra felfelé. Hogy ez megtörténik-e és a héten történik-e meg, azt nem tudom, de minden esetre alakulóban van egy folyamatunk, és ne felejtsük el, hogy van egy első kis fordulós gyertyánk, zöld fordulós gyertyánk, tehát amiről az előbb a 7-es csáton is beszéltem, lehet, hogy csinál ide a hét elején egy kis kanócot, és aztán a hét második felében, hogyha olyan hírek jönnek, akkor elindulhat felfelé, és akkor lehet, hogy majd egy szép zöld 7-es gyertyával fog zárni az árfolyam, de az még mindig csak az első lábunk lesz. Hasonló a technikai kép az EURNZD csártyán is. Itt is ugye arról beszéltem az előbb a 7-es csárton, hogy várni még egy leszúrást, lehet, hogy leszúrunk ide 7-es szintre, és hogyha esetleg onnan visszarántanák heves mozgásra, és kialakulna egy szép kis kanócos napos gyertya, utána jött esetleg az elindulás újra felfelé, hogy ez mikor fog megtörténni, azt nem lehet tudni. Egyelőre behúztam ide egy trendvonalat, ami azt jelenteni, hogy ha ez sérülne, akkor azt jelenti, hogy maga az eső trend egyelőre megtörni látszik, és utána ki kell alakítani itt is ugye az első csúcsot, abból való visszateszt, tehát visszatesztelhetjük az előző hónapnak a mélypontját első körben, innen valahonnan lefordulhat újra az árfolyam, utána kialakul ez a kis csúcs, át tudom mozgatni a trendvonalamat, és ha már utána ez a mélypont nem sérül, akkor itt a második lábnál tulajdonképpen szépen a trendvonal törésre be lehet majd lépni, és akkor lehet felfelé kereskedni. És akkor utolsó párként jön az USA dollár, kanadai dollár. Itt is ugye nagyon szépen, hogy a múlt heti gyertya már egyszer próbálkozott felfelé, de nem tudott testtel a szint fölé zárni. Itt ugye kialakult egy szép kis zöld fordulós gyertya, egy kanóca, ami azt jelentheti, hogy esetleg újra irányba állt az árfolyam, de viszont kellenek a kisebb idősíkon a formációk. Ha ez a mélypontunk már nem sérülne, akkor jó eséllyel ugye, ha itt maradna az árfolyam ennek a szintnek a környékén, akkor előbb-utóbb itt is megjelent egy újabb momentum gyertya, ami a szint fölé zárás jelenteni, és akkor elindulhatunk újra felfelé. A rövid távú célár az pedig az előző hónap legmagasabb pontja lehet. Ezzel a vegyes csártokkal is megvagyunk, sajnos túl sok lehetőségről ugye nem tudtam beszámolni, de ugye a múlt héten is azt az egy-két párt, amit ugye figyeltünk, az USA dollár CF-et, az USA dollár japánt, a GBP eurót, ott azért szépen elindultak a folyamataink, remélhetőleg a héten sem maradunk kereskedések nélkül. A mai nap a kriptovoltákra nem térnék ki, mert nem látott túl sok változást a múlt héthez képest, egyedül az Ethereum tudott egy kicsit nagyobbat mozdulni, felérkezett egy fontos havi szintre, úgyhogy ott is várnék most egy korrekciót, ugyanúgy, ahogy a Bitcoinnál is továbbra is azt várom, hogy legyen még egy kisebb korrekció, mielőtt esetleg be tudunk lépni újra felfelé. Hát jelenleg így állunk, sajnos túl sok lehetőségről nem tudtam beszámolni, de ugye ennek az egyik fő oka, hogy a legtöbb devizapár elindult, nagy menet
követeléseken vannak túl, és még a korrekciók nem indultak el, tehát nincsenek jó belépések azokon a párokon, amik elindultak, viszont minden héten azért akad egy-két olyan pár, ami próbálkozik, indulgat, formálódik, úgyhogy ezeket a párokat kell megtalálni minden héten, és csak ezekre a párokra koncentrálni elsősorban. A jó hír viszont az, hogy elindultak hosszabb folyamataink, és ha meglesznek a korrekciók, akkor jöhet egy újabb, nagyobb menet felfelé, tehát aki esetleg szeretné kipróbálni magát éles számlán, annak mindenképp egy jó időszak lehet ez a következő időszak, mert lesznek elindult folyamataink, és akár több hétig, akár több hónapig is mehetnek majd az árfolyamok, hogyha meglesznek a korrekciók. És ugye egy trendelősebb piac esetén sokkal könnyebb a kereskedés is, mint az oldalazásokban halászgatni. Ezen nagyjából fel is készültünk a hétre, és ha menet közben bármi változik, akár a híreknek köszönhetően, akkor az pedig a Discord csoportban, vagy pedig a Facebook és Instagram oldalon meg fogom osztani, úgyhogy ennyi lett volna már a heti körkép, remélem azért ma is tudtam pár hasznos gondolattal szolgálni, és ha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt, minden elérhetőségemet megtalálod a videó alatti leírásban, ahogy a Discord csoportnak a linkjét is, így köszönöm szépen a mai figyelmet, jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok!